Na, sziasztok, srácok! A játék, amiről itt szó van, az a szaksajtó szerint 8, meg 10, meg 100, meg szuper értékeléseket kapott. Nem más, mint a The Medium. Ugye, látnak jósnő, így lehetne magyarítani a médiumot, bár magyarul is van olyan, szerintem, hogy médium. Ami ugye egy horror játék akar lenni. Ráadásul a Blobber Team munkája, akik azért próbálkoztak már horror témában nem egyszer, ugye ők csinálták a Layers of Fear egész érdekes horror cuccot, aminek csináltak egy második részét is, és utána megcsináltak az Observer című ilyen kiberhorror dolgot. Szóval elméletek tudják a dolgukat. Lengyelek teszem hozzá. Tehát lengyel fiúk. Medium a mostani nagy dobásuk, ami kijött, mindenki várt, és tényleg a szaksajtó az gyakorlatilag fényesre polírozza őket, és igazság szerint én most egy kicsit úgy érzem magam, mint aki megnézi a review site-ok aggregáló cuccát, hogy tudod, van az a, hogy a kritikusok összpontszáma átlaga az így néz ki, és itt van a felhasználók. Részen, ugyanis én nem érzem, hogy a játék megérdemli akár a 8-at is, sőt, a 6 is nagyon-nagyon nagy engedmény lenne a részemtől, ez egy 4 vagy 5-ös játék tulajdonképpen, ha mindenféleképpen skálázni kéne, mármint, hogy ezek szerint az oldalak szerinti skálák alapján konkrétan egy 4-es, 5-ös, maximum 6-os járna neki, de 8-asokat meg 10-eseket adtak neki. Gondolom az a, jaj de jó, nagy nehezen lett egy új Xboxom vagy Playstationom, és végre van rá valami játék, és olyan csodálatosan jó néz ki, úgyhogy csak jó játék lehet, vagy nem tudom mi lehetett az elgondolás közben, vagy megnézték a trélereket, és arra azt mondták, hogy ez egy jó játék, mert hogyha játszottak volna a játékkal, akkor valószínűleg nem mondták volna ugyanezt. Vagy nekem kellett volna lehet kontrollerre játszani, és hirtelen annyira jó játékká vált volna. Szóval, a Blobber Team lengyel fiúk ismét bemerészkedtek a horror sztoriba, és azért nem kisebb nevet tudnak még felmutatni itt, mint Akira Yamaoka neve szerepel a kreditsben. És amúgy, aki nem tudja mi ez, csak japánnak hangzó szavak, annak annyit segítek, hogy Akira Yamaoka japán zeneszerző volt az, aki a Silent Hill-eknek ezt az elég egyedi zenéját, ilyen zenéjét, tehát ilyen ipari, nagyon nyomasztó, nagyon jellegzetes zenéjét szerezte. És igen, néha felismerhető itt-ott, amikor felcsendül egy olyan, hogy olyan, mint hogyha egy Silent Hill-ben lenne ez a zene, honnan tudod, hogy az Akira Yamaoka munkája. Így ezért mondom, hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy itt egy játék, ahol a grafikusok, a pályaépítők, a zeneszerző megcsinálta a dolgát, kizárólag a gameplay programerek, illetve a gameplay designerek aludtak, vagy nem tudom, mit csináltak. Igazság szerint a játéknak ez a legnagyobb rákfenéje, ez a Gamify. Tehát a francia nem csináltak belőle egy render movie-t, esküszöm, megvettem volna, többet ért volna, mint hogy így leülni vele játszani. De miről is pofázok itt nektek? Hát tulajdonképpen a játéknak az első és legnagyobb problémája,
az az, hogy játékot csináltak belőle, és nem videót, ahogy azt az előbb mondtam, és a játék részekért felelős emberek valahogy nem voltak a toppon. Tehát a játék fő ellensége az nem a trailerekben látott rémek, hanem a kamera, amivel minden nyomorult helyszínen neked kell küzdeni, birkózni, hogy legalább lássál már valamit. Aztán a másik, hogy ugye nagyon-nagyon sok horror elődelőtt érdemes tisztelegni a horrorjáték fejlesztő, vagy gondolom ezt komolyan gondolták a srácok, és ugye kitalálták, hogy csináljuk meg, hogy a felhasználói felület nagyon ne látszódjon, csinált ilyet már valaki előttünk. Ó, igen, a Dead Space. Na, másoljuk le, nem lehet nehéz. Ja. És a másoló szakember még ahhoz is lusta volt, hogy végig gondolja, hogy ez miért működött. Lásd, a médium, ugye a főhősünk, amellett, hogy hölgyike, meg van verve ezzel a csodálatos képességgel, hogy néha átlát a úgynevezett szellemvilágba. És például vannak ilyen erővel rendelkező, vagy fényen rendelkező tárgyak, amiből így el tud raktározni magának ilyen energiát, amivel ugye meg tudja magát védeni, vagy más dolgokat tud csinálni az energiával, tehát ki tud belőle lőni egy ilyen kis kitörést, vagy lövedéket, vagy egy pajzsot tudna használni. És ugye az előbb említett dolog, hogy a Dead Space nem Dead Space, hogy a Dead Space-ben ugye az életerőd a hátad kellős közepén van, mert az mindig a képernyő van, mert ez egy nézd a hátam játék. És teljesen egyértelmű a metrika, mert ahány osztatú, és abból, ami zölden világít, az még megvan, ami már fekete, az nincs. Itt ugye kitalálták, hogy hú, annyira jó lesz a design, hogy azzal fogjuk szimbolizálni ezt az energiát, hogy a néninek a bal karján kinő a csiperke gomba, ami még néha világít is, és nincs összefüggés, hogy most azt kell nézni, hogy világít a gomba, vagy azt, hogy hány darab gomba van. Nem is magyarázzák el, mert minek. De nem is derül ki. Úgyhogy én többek között most ennek a nem túl jó működés hatására. Én már tesztelem a Deathloop-ot, pedig még meg se jelent. Ezért már megírta megvenni a médiumot. Miről beszélek, mert hogy nem értitek? Hát az van, hogyha visszatöltöm a legutóbbi állást, akkor ott áll két lépésre mögöttem a szörny. Ha véletlenül rossz gombot nyomok meg, akkor elkap és megöl, és tölthetem vissza. És utána, ha rosszul birkózom a kamerába, elakadok, utolér a szörny, és meghalok. Ha le tudom birkózni ezt a három kanyart, ami előttem van, akkor meg belefutok a szörnyekbe, a gonosz lepkékbe, amelyek már csak a jelenlétükkel is hát megszüntetik azt, hogy futni tudjon a karakter, meg ilyenek. És ugye utolér a rém, és meghalok. És magyarázza a játék, hogy jó, de hát lőjél az energiádból. Milyen energiámból? Mivel valamelyik zseni azt is kitalálta, hogy figyelj, egy átvezető animációban megmutatjuk a játékosnak, hogy hogy lehet legyőzni a szörnyet a belső energia használatával, de ezt gondosan le is vonjuk tőle. Képzeld, amikor Mass Effect-ben, az átvezetőkben, amikor pisztolya hadonászik a Shepard, meg lő, és azt úgy levonják tőled, és úgy kezdesz neki játszani. Szóval nem túl vicces, amikor egy elég kemény szakaszon átmész, lemerülsz energiával, aztán a cutscene-ba megmutatják, hogy lőjél a szörnyre, aztán gondosan megszűnik az összes energiám, mert le kell vonni a lőszert. És akkor ott van, de hát menekülj meg, ez ilyen egyszerű. Honnan? Ja, és útközben nincsen sehol, semmi, ahol le tudsz vágni, és fel tudsz tankolni, és akkor meg tudod oldani, szóval tökéletes Deathloop. Gratulálok. Remélem, nem ez volt a cél. Ha ez volt a cél, akkor gratulálok, ha nem, akkor...
Na mindegy. Szóval, a játéknak több ellenfele van, majdnem, mint a MÁV-nak. Ugye az egyik a játékosok, meg a kamera. Úgyhogy nem vagyok elájulva tőle. Annyira vártam, és tényleg ez a csodálatos játékmeneti váltás, hogy egyszerre akár egy képernyőn, osztott képernyőben láthatod a szellemvilágot, meg a való világot, és akkor oda kell figyelned, hogy mikor mit csinálsz. Ez amúgy nem lett volna rossz, és nagyon érdekel, hogy mit hoztak ki belőle, de valahol az, aki kitalálta a játék pacing-et, az nem tudom, hol tanult bármilyen írást vagy pacing-et csinálni, mert hogy hol van az előírva, hogy az első két órában old meg, hogy a mélyen tisztelt fogyasztód, néződ, akárkid elaludjon az unalmában. De tényleg. Szóval ez a fő problémám, hogy annyira rossz a pacing-je, tehát az elején, amit nekem ott végig kell mászkálnom, meg minden, szétuntam magam. A főhős sehogy sem sikerült megszeretni, meg ilyenek. A másik meg ezek a juhú, horror játékot csinálunk, 13 éves kiskölykök vagyunk, mitől lesz horror? Az egyik a része akkor egy hullaházban látszódjon, a másik meg egy elhagyott üdülő telep, és így már szinte látom, hogy a horror peckük meredezik. Én meg így ülök, és így nézem, hogy tehát ez elméletileg egy világok között mászkálós, elég elborult horrornak kéne lenni. Akkor miért kell ilyen olcsó trükkökkel csinálni? Úgyhogy nem tudom. Úgyhogy lehet, hogy amúgy zseniális a története. Majd egyszer megnézem valakint, aki majd játszik vele, mert hogy én így nem nagyon érzem ezt a médium hatást, így abszolút elment mellettem, de hogy én ennyit rég unatkoztam, mint a médium alatt konkrétan. Hát képzeld el, leülsz egy játékkel és unatkozol. Miért unatkoztam? Hát azért, mert az első szakaszban egy csomó újra felhasznált helyszín van, egy csomó újra felhasznált puzzle, semmi érdekes dolog nem történik, és mikor történik az érdekes dolog, akkor megcsinálnak egy deathloopot, szóval. Így nem érzem úgy, de tényleg. Tehát az első két óra, amit fővettem, az konkrétan végig unatkoztam. El tudom képzelni, hogy nem én vagyok a közönség ennek a játéknak, mert hogy ha megnézitek, elég kevés horror játék van a repertoáromban. De azt a Yakira, vagy Akira Yamaoka San tiszteletére meg kell jegyezzem, hogy egy Silent Hill 2 Good Ending van letolva, egy Silent Hill 3 leopárd mintás lézerkardot is megszerettem. Úgy látom, a másik polcon van. Mögöttem van néhány játék, és néztem, hát ha itt van, és akkor tudom mutatni nektek a Silent Hill 3-omat, de amúgy itt kézni pont a Dead Space van, de mindegy. Szóval, igen, tehát én nagyon szerettem a Silent Hill-t. Sőt, az utóbbi időben volt úgy, hogy végignéztem, ugye, amit mondtam, hogy egy hölgy pontoknak mondta Bloodborne, ba, meg a Dark Souls 3-ba a dolgokat. Az a hölgy, ez végigjátszotta a Silent Hill 4 The Room-ot, és azt végignéztem, mert hogy már nem emlékeztem rá, hogy volt, azzal is játszottam. Tehát tulajdonképpen én ezeket a játékokat pont nagyon szeretném, csak itt valahogy így, hát ugye, aki figyelt, az mondhatja, hogy de figyelj már, ha Dead Space-eztél, ott is ilyen gagyi volt a kontroll, olyan, mintha mézbe menne az ember. Meg a Silent Hill-ben is elég bénán reagált billentyűzetegérrel, de játszható volt. Végig tudtam játszani. És mindig valami érdekes volt.
My senses jolted as I touched the phone. Itt semmi. Itt nem tudok mondani nektek semmit, ami érdekes lett volna. Hívjuk elő a képet, Puzzle Mini játék, amit az elején megtanítanak, ez rögtön később visszatér, tehát nagyon-nagyon sok újra felhasznált elem van meg minden. Mondjuk, hogy puzzle-ok is ez egy kicsit erős, de mindegy, és nem utolsó sorban, tehát nem tudom. Tehát ha meg akarod venni, akkor legyél benne biztos, hogy téged ez érdekel. Igazság szerint, ha nem Game Pass keretén belül játszottam volna a játékkal, én most visszakérném az árát viccen kívül. Tehát azért szeretem a horror játékok, például a Call of Cthulhu-t, amit tavaly csináltam, amit megvettem milyen nagyon olcsón és végigjátszottam. Az jó volt, és szerettem. Sőt, volt a Call of the Sea is, az is jó volt. Horror, misztérium, történet, érdekes szereplő, érdekes helyszínek, itt így semmit nem sikerült a srácoknak. Pedig amúgy a grafika tényleg ott van, tehát azon a ózsdi szociál lépcsőház, amin az elején végig lehet menni, az is marha jó volt, csak gyakorlatilag én nem vagyok annyira elájúva tölve, hogy emiatt azt mondjam, hogy a legjobb játék, mert hogy egy szociál lépcsőházat össze tudtak rakni, tehát zseniális, de akkor már Csernobilite. Az legalább FPS is lehet lőni, és ott tényleg marha jól néznek ki a dolgok, meg marha creepik. Úgyhogy ők is nem soká megjelennek. Szóval a lengyel srácoknak, a Blobber Teamnek ez a médium cucca, ez gyakorlatilag nagy siker lesz, mert hogy a szaksajtó azt mondja, hogy ez a legjobb dolog a szeletett kenyér óta, úgyhogy valószínűleg fog nekünk fogyni. Mondjuk nem baj, fogjon, és ne fejezzék abba az alkotást, mert hogy lehet, hogy fognak olyat csinálni, amit tetszeni fog. Igazság szerint a Layers of Fear-t megnéztem, ahogy mások játszanak, és annak abban például volt egy elég érdekes történet, meg elég durva képi dolgok voltak, meg tényleg. Tehát azért mondom, hogy tudnának ezek a srácok, de valahogy én nekem ebben így nem érzem az erőt. És tényleg annyira el van rontva a történetmesélés sebessége, hogy ott tartok, hogy nincs kedvem belogolni. Ja nem, az MMO lenne, tehát elindítani a játékot. Mert hogy tudom, hogy benne vagyok a Deathloop-ba, és hiába pörgetem az agyamba, hogy merre tudnék kijönni belőle, de nem, egy úton előttem, amerre menekülhetek. És tényleg nincs energia, és nem tudom megmondani, hogy mennyi energiám van, és hogy mennyi ideig kell nyomni, hogy legalább meg is meneküljek, szóval arra kevés, hogy a gonosz lepkés szakaszt se tudom vele túlélni, úgyhogy mindenféleképpen rápacsálok. Amúgy lehet, hogy elég érdekes lenne a történetem, majd kitalálom, hogy mit csináljak veled, de egy lényeg, hogy én nem fizetném ki érte a teljes árat. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a Game Passon belül sikerült lenyúlnom. Azt tudom, hogy a háztartáson belül van még egy Game Pass, amiben a Bruti volt olyan lelkes, hogy ő is leszette, és az első benyomása neki is az, hogy a legyőzhetetlen kamerával való küzdésre azt mondta, hogy őt annyira nem érdekli a sztori, hogy kitegye magát ezt a szenvedésnek a kamerával. És igazság szerint teljesen meg tudom érteni. Szóval szerintem ez nem lett olyan jó ez a játék, mint ahogy a szaksajtó feldicséri. Nem lett egy túl rossz, de szerintem túl sok mindent kell neki elnézni. Ahhoz, hogy jól érezd magad. De előfordulhat, hogy neked ezek nem problémák, és ezeken bármikor túl tudsz menni, akkor viszont nem vagyok benne biztos, hogy rosszul fogsz szórakozni.
Mert ahogy mondottam volt, hogy azért elég sok mindenki elég jól összerakta a dolgokat, tehát beletették a munkát, látszik, érződik. De ha emlékeztek a nyúlfarknyi... most hirtelen nem jött eszembe a videómra, amilyen Souls-like-szerű volt, de egész egyszerűen azt úgy refoundoltam, mert rossz volt irányítani, és ugye a legtöbb esetben nem úgy haltam meg, hogy tudtam, hogy mi történt, hanem úgy, hogy tudtam, hogy nem, tehát hiába nyomtam a dolgokat, nem történtek meg. Tehát nem úgy, mint egy rendes Souls-like-ban, hogy úgy tudod, hogy na, most nem dodzsoltam a nagy ütés, vagy nem blokkoltam, vagy nem periztem, vagy csak simán tovább futhattam volna. Nem, itt ott az volt, hogy akármit próbáltam kihozni, az rossz volt. Itt viszont ugye belekeveredtem egy halálkörforgásba, amiből nem tudok kijönni, a sztorinak hála, és igazság szerint annyira sikerült elrejteni ők a sztorit, és olyan sebességgel akarják kibogozni, hogy már nem érdekel. Mint egy mostani sorozat általában. De tényleg, tehát ez amikor így ott ülsz, itt van időm, szeretnék ezzel foglalkozni, van gépem, hogy úgy fusson, hogy teljesen csodálkozzak. És a Silent Hill-es vibe-ok mellett az ember azt várta, hogy igen, és így megint láthatunk valamilyen jóféle, kifordult, gonosz dolgokat. Jó lesz. De nem. Úgyhogy így. Tehát így összefoglalva, a Blobber Team összerakott egy ilyen nézd a hátam stílusú mászkálós horrorjátékot. Grafikailag rendben van. Amúgy annyira vicces, megnéztem, hogy mik a rossz vélemények a Steamen. Természetesen az optimalizálás, én meg így ott ülök, ugye itt a lassan elavulttá váló gépsárkányon, de nálam nem volt gond az optimalizása, én egyszerűen nem tudok játszani, mert a játék igyekszik mindenütt elgáncsolni, ebbe senki nem futott bele. Ezt így nem is értem. Na mindegy, szóval a Steamen a negatív review-k legnagyobb része az az, hogy borzasztóan van optimalizálva a játék. Én a saját rigemen ezt nem tapasztaltam. Azt tapasztaltam, hogy nem tudok játszani. Mármint, hogy nincs értelme. Nincs mozgató erő, se a történet, semmi nem mit. Se a szereplők. Se a cselekmény, sehol sincs cselekmény, ugye van dugva valami vonsz, vagy vánszorogjál poros, rohadó folyosókon. Úgyhogy így nem, nekem nem adja. Úgyhogy nem bírom nektek ezt így azt mondani, hogy ez egy jó játék. Azonnal vegyétek meg, nézzétek meg. Tehát bátran nem ajánlom senkinek. Inkább nagyon-nagyon óvatossággal, meg majdnem akkora türelemmel üljetek neki, mint hogyha Dark Souls hoznátok. De tényleg. Bár abban legalább tudsz haladni. Szóval ez a én véleményem erről a Medium nevű termékről. Remélem tetszett. Ha igen, akkor lájkoljátok, ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkoljátok. Azért ne diszlájkoljátok, hogy de te nagyon szereted ezt a játékot, és senki ne mondjon róla a negatívumot, annak nincs értelme. Sőt, ha tetszik a játék, meg minden, örülök neki, érez jól magad. A téged akkor pont eltaláltak vele. És neked ezek nem tűntek föl, nem is baj. Ha jól szórakozol vele, akkor ez egy jó vétel volt. Ez igazság szerint minden játékra igaz. Úgyhogy ne érezd fenyegetve magad azért, mert hogy esetleg neked tetszik, ami nekem nem. Nem probléma.
Sőt, igazság szerint én annak örülök, mert akkor nem azt jelenti, hogy ez egy totál über rossz játék, hogyha te jól szórakoztál vele. Akkor már neked is megérte? Nekem meg tényleg annyiból érte meg, hogy legalább nem a teljes árat kellett érte kifizetnem, és engem viszont személy szerint eléggé zavarnak ezek a játékmechanikai problémák. Úgyhogy így én így nem tudok jól szórakozni és jól érezni magam ezzel a játékkal. Úgyhogy ez volt a The Medium. Remélem tetszett. Ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, diszlájkoljátok, de nyugodtan kommentek között meséljetek róla, hogyha játszottatok vele és találtatok valami érdekeset, vagy megjegyezni való érdemes dolgot. Ez mindenkinek segít. Például a YouTube algoritmusnak is. Aztán hamarosan valami más érdekességgel próbálok meg jelentkezni, úgyhogy sziasztok, pápám!